Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Futballkárcon, és a mai videóban megyünk tovább matricás albummal, méghozzá FIFA 365 Panini kiadásában. 1990 forintos kis fémdoboz, de nem is annyira kicsi, úgyhogy megnézzük, elvileg 8 tasak van benne, reméljük gyakorlatban is. Az album igazából teljesen szuper, már haladgatok vele, jó pont nem ezen a részen, de mondjuk azért már itt látjátok, hogy van benne pár matrica, úgyhogy szépen lassan haladunk az albummal. Nem láttátok volna? Itt jobb felsőben a videó. Most pedig megnézzük ezt a fémdobozt, le van fóliázva szerintem, hoppá, ha nem borul fel az állvány, akkor könnyen kibontható. De csillog a fénybe, nagyon durva amúgy élőbe is. Tök jó rajta ez a minta, igazából dombornyomás is rendben van, úgyhogy jól néz ki. Nézzük meg, mi van belül. Egy rakat csomag, de jó, és még ilyen műanyag kis tartó is van, tiszta jó, nagyon prémium amúgy, úgyhogy simán lehet ebbe cseréket tartani, meg minden más ilyesmi, ajtós, tehát én ezeket nagyon szeretem, jobban, mint amikor csak le kell húzni. Jó, oké, az ott jó, abban a felsőbe. Van egy rakat csomagunk, amit érdemes megnézni. Úgyhogy szerintem kezdjük is ezt az openinget, ne húzzuk túl sokáig az időt. Teljesen felesleges, mivel hogy rengeteg jó kis matrica vár ránk. Első, Mark Uth. Aztán Moxen, Carioca, Correa, és ott a csillogós. Ez pedig egy Diego Costa. Szuper, megy előre a csillogós. Tehát egy csillogós már volt így a csomagban. Megyünk tovább a másodikra. Még mindig nagyon jól néznek ki, tök jó még mindig az anyagjuk ezeknek a matricáknak. Aztán Pikini, Golc, Más, Emmanuel, Alexander Selikov, és a végén egy csillogós, méghozzá egy Debru. Debru. Jó. Következő. Daud. Aztán Roger. Esenko, Martin, és a végén megint a garantált csillogós Maicon. Úgy néz ki ez fix így, hogy egy csillogós ez itt van benne. Még azért van pár csomagunk, úgyhogy akár valami izgalmasabbat is nyithatnánk. Aztán Martinez, Semedo. Na, megjött az izgalom. Boca Juniors logó. Aztán csillogós, egy francia és egy angol. Női válogatott. De jól néz ki, hogy egy matricán két válogatott. És a végére azért egy Cristiano Ronaldo így a végére beesik. Brutális csomag volt. Úristen! Eddig legjobb nyitás. Ez nagyon komoly volt. Nehéz lesz felülicitálni. Megyünk tovább a következőre. Van itt nekünk egy Boateng, majd utána egy Aquino, Bonucci, még egy Juve és Jovetic, és a csillogós Fernando. Teljesen jó ez is. Még van három csomagunk, úgyhogy lehet valami jót nyitni, továbbra is. Itt az elején egyből egy csillogós, méghozzá egy Giroud, Mbappé, Dembélé, francia trió. Aztán még egy francia trió, erre mennyi az esély? Hogy két francia trió? Umtiti, Rami, Sidibé. Zseniális. Aztán Danilo Pereira, Real Madrid logó és egy Thiago Silva. Egy darab sima lap volt a csomagba. A mindegyik más, ez különleges. Nem tudom, melyik a jobb csomag, írjátok le kommentben. Azért ez elég kemény, de ott meg a francia női válogatott, meg az angol, illetve Ronaldo az oda tesz, de itt meg nézzétek, négy különleges lap. Még két csomag van, teljesen izgatott vagyok már, hogy itt miket fogunk megnyitogatni. Jonatas, Ismin, Mari, Mire, Gabriel Paulista, Tillemans, és egy Schwab, Daniel Schwab. Oké, és utolsó, Jordi Alba, majd utána még egy francia hármas. Hát ez komoly, szerintem az egész francia részi megvan. Enzonzi, Griezmann, Lemar, Goretzka, Ter Stegen, és a végére az egyik Icardi is beesett. Úgyhogy a zárócsomag is nagyon rendben volt. Köszönöm, hogy megnéztétek, remélem tetszett. Ha igen, akkor iratkozzatok fel, rengeteg FIFA 365 tops, mindenféle jön még a csatornán, úgyhogy nézzetek rá a leírásra is. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!